Sziasztok, a Szerencsvadász vagyok! Sziasztok, én pedig Ricsi! Teljes pak, méghozzá a biliárdból. Utolsó előtti rész következik. Közeledünk a végéhez. 5 darabot fogunk lekaparni. Válogass tele. Már úgyis benne vagy. 7500 forint értékben. 0.41-től 0.45-ig. Ja, adjak neked is. Nézegest. Szugeráld bele a nagy nyereményt. A 42-esbe? Akár abba. Mert hogy nagy nyereményünk még nem volt a pakban. Viszont szeretnénk, hogy legyen. Kapsz még egyet. Nagyon jó. És a 45-ös lesz a mai utolsó. Ha ez a kettő többet nyer, mint a te hármad, akkor jössz egy sörre. Rendben, legyen úgy. Ezek pedig megmaradnak a végére. Kíváncsi leszek, hogy mit sikerül összehozni most. Ránk férne. Mikor nem férne ránk? Mindig ránk férne a nagy nyeremény. De igazándiból annyira régen volt már pluszos pakkunk, meg annyi pénzt beleöltünk már ebbe, hogy tényleg jó lenne, hogyha ha jönne. Hát az, hogy ideje, a századékok és a különböző számok szerint, igen, még egy pár száz év, hogy kijöjjön a milliós. Hogyha ennyit kaparunk nagyjából, ami elég elszomorító, amikor tényleg nekiül az ember és kiszámolja, hogy mennyi esélye van. Szinte semmi. Szóval... Főleg a százalékban nézhet. Igen. Rászámolja, vagy kiszámolja az ember, hogy hány évig kéne kaparnia, mondjuk ha napi 10.000 forintot kapar el, és akkor kijön, hogy nem fog addig élni, hogy egy az egyhez esélye legyen. Szóval ez egy kicsit elkeserítő. És még ha kijön a matek, akkor is lehet, hogy... Nem kaparod le soha ja, a persze, fődíjat. Ja persze, hogy soha, mert hát az egy az még nem azt jelenti, hogy neked pont abban benne is lesz. Na de, a remény az jó dolog, a játékélmény jó dolog. És valaki mindig megnyeri. Valaki? Reméljük egyszer, mi. Tartsatok velünk, nézzük meg, hogy most sikerül ez. 5 darab biliárd, 7500 forint értékben. Na nézzük a 0.41-est. Én majd adogatom. Te meg adod a többit. A következő lesz az a bűvös 42-es, amivel extra sörhöz juthatsz. Így van. Első játék, a golyszis játék. A biliárd golyós játék, ahol a fehér golyók alatt lévő számokkal kell egyezőt találni a színes golyók alatt. 21, 25, 26. 12. Felcseréli a számjegyeket. Miért nem lehetne ez 21? Azért, hogy ne nyerjünk. Nem így, 24 meg mellé megy. 11, hát köszi. És 23. Na most az nem jó. 15. 30. 18. 22. Az is mellé. 19. És 29. Ó, oh, nem. Sikerült elsütni úgy ezeket a golyszikat, hogy egyezzenek. Van még következő egy játék. Egész pontosan 12. Ja, igen itt. És ezek alatt a golyók alatt két egyforma pénzköteget kell találni. És még szorzó is jár hozzá, reméljük, ja, hogy jó, azzal megyünk. Egyszeres pénzért megyünk. Sőté, pénzköteg, gyereköteg, lóvé, gyereköteg. Ott a pénzköteg, nyerő sors egy. Yes. Megnehezíted a sörös dolgot. Kétszeres pénzért megyünk. Na, most is jó lenne pénzkötegeket találni. Kávé, pénzköteg, gyere, na, pénzköteg, gyere, 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 ott van! Hoha, két nyeremény, és az egyik egyszeres, a másik kétszeres. Az igen. Aha, aha. Gyűjtsünk még mellé? Gyűjtsünk bizony. Itt egy, még egy kétszeresünk és, van. És, még és, egy kétszeresünk és. Van. És pénzköteggel kezdünk. Kétesé. Júj, hú, na ez kezd izgalmas lenni. Yes! Nagy nyeremény lesz. Ott a pénzköteg. Úgy érzem, hogy ez ott nagy meg lesz. Egy ász. Hát mindenképpen, mert mindenképpen. Ugye 1500 forint a legkisebb nyeremény, és akkor már 5x 1500-unk mindenképpen van, de az még nem nagyon az jöhet nem lehet, ki. Az nem lehet, mert az 7500 lenne, és olyan nincs. És egyszeres pénzért megyünk. Pénzköteg, gyere, na, még, gyere, lesz gyere, még gyere. Figyeld, lesz még egy. Ott van, ott lesz van, még egy, mondtam, yes. Éreztem, 6x-os, 6x. Uh-huh. 6x valami. Minden egyes. Ilyen pénzkötek keresősen betalált a nyeremény. A második, és ötödik. És akkor még itt van a bónuszjáték, ahol csillagot lehet találni. Kaparjuk le az 50 000-est. Jó. És akkor menjünk vissza csillag, csillag, ez nem csillag, ez egy na kortél. Majd a 10 000-es, figyeld a 10 000-est. Az se az egy. Akkor az 5 000-es. Gyere, 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 csillag. Nagyon érzem. Nem jó, jó az pizza. Viszont van egy csomó nyereményünk. Na nézzük, hogy mennyi lesz az annyi. Van egyszer egy 2500 szimplán. Hoppá.
Nézzük meg, hogy duplán mennyi lesz. Duplán... Ho-ho-ho, 1500. Duplázzuk az 1500-at. Nézzük meg, hogy itt mi van. Akkor 1005 lesz ott, nem? Igen, 1500. Na, akkor 10 000. 10 000 forintot nyertünk. Még egy 1500-assal. Nagy gyeremény, yes! Nagy gyeremény. Azta. Megszenvedtünk vele. Meg. Hú! Erre bele is mutatom, hogy hány darab 10 000-es van, itt van. Elég nagy esély van amúgy 10 000-es találni ezen a sorsjegyen, ez tök jó dolog. 35 000 darab van. És nekünk sikerült egyet. Nagyon-nagyon örülök neki. Nagy gyeremény. Nézzük meg, hogy milyen betű tartozik hozzá. Dupla V. Akkor dupla V? Kétszer. A dupla V tartozik a 10 000 forintos nyereményhez. Na jó, yes. Most nagyon örülnék a sörnek, mert akkor 10 000-nél nagyobbat kell nyerni. Akkor legyen, ezt is előről kezdjük szépen. Van, figyelj, van 50 000-es nyeremény is, meg milliós van, nyeremények milliós is vannak, meg 100 000-es is talán. Vagy az nincs, megnézed? Megnézem. Van 50 000-es, 100 000-es, millió, 10 millió, meg a fődíj. 19 és 28. 18. 12. 11. 17, 20, 30, 21, 29, 22, és 25, az is mellé. Na jöhetnek ezek a kötegelős pénz, kötegelős dolgok. 1x, gyűrű, nem gyűrű, az mi az érem, kávé, meg egy burger, 1x, kocka, gitár és egy zseton kupac. 1x, korona, mobil és pénzköteg. Hát jött egy pénzköteg, de az úgy kevés. Nekünk több kell. Az előző játék elvitte az összes pénzköteget. Sör, pénzköteg, na jöhet, jöhet. Nem jön, ász. Csillag, jön a csillag. Egy célpont, egy pizza és egy zsák. Nem volt még egy csillagunk se. Halló, jöhetne. Ma az már kapásból legalább 5000. Így van. HM, ez különböző. 43. Hát, Ricsi, nincsen söröd. De hülye voltam, nincs. És nem mondtam azt, hogy akkor fordító is kéne, szóval nekem sincs. Hát, igen. Így jártam. Nem baj. Gyere, csillag. Majd te meg az utolsó részbe akkor. Célpont. Van itt egy zsák. És nem jön a csillag. Pekk. Sör, lámpa, egyszer, és burger, kávé, pénzköteg, na, pénzköteg. Egyszeres ér, ász, pénzköteg, egyszeres ér, mobil, és gitár, kocka, érem, egyszeres ér, és pénzköteg. Hm. Jaj, nem jött a három, viszont vannak még golyszik. Számkeresés. 13, 24 és 25. Valamelyik csak beugrik. 16, 17, 12 és 18, 19, 26, 20 és 29, 11 és 21. Ez nem nyerő. De van másik! Még kettő van. Dupla V és R. Pedig a dupla V-be jött volna megint. Ugye? Az nem lett volna semmi. Nézzük meg itt a pénzköteges játékot. Egyszeres ér. Pénzköteggel kezdünk. Na van két esély. Gyere, lóvé. Gitár. Na majd a másik. És burger. Sem. Egyszeres ér. Süti. Ász. És pénzköteg. Egyszeres ér. Kocka. Kávé. És korona, szintén egyszeres ér, sör, pénzköteg, na, egy na, kis esély van. Gyere, lóvé, nem jön lóvé, zseton. Pénzkeresős, számkeresős, igen. 14, 22 és 17. 11, 20, 24 és 16. 23, 18,
21, az is mellé, 18 is mellette, 13 is mellette. Hát na most már ideje eltalálni. 27, itt meg az kettessel vannak a gondok, és 25. Nem na, jó. Csillag. Csillagom. Gyere csillagom. Pizzám jött. Célkereszt. És egy pikk. Ajjaj. Egyik se csillag. Jó, van még egy. Így van. És már pluszos a videó. Hohoj. Milyen ritka. Már az is ritka, hogy a videó pluszos legyen, nem hogy a pak. Igen. Még kéne egy nagyon nagy nyeremény ahhoz, hogy a pak legyen az. El. Há. Ugye ahhoz az 50 ezeres. Igen. Amiből azért már nagyon kevés van. Menjünk sorba. Azt hiszem kb. Tized annyi, mint tízezresben. 12. Majdnem. 25. És 16. 20. 13. 30. 15. 27. 22. 17. És 29, na még két számunk van. 11 mellé az is. 19. Ó, nem áll. Nézzük a lovettát. Egyszeresér, pénzköteg. Korona, gyereköteg. És? Nem jön, gitár. Egyszeresér. Ász, pénzköteg, és süti. Egyszeresér. Sör, kocka is. Írem. Egyszeresér. Lámpa. Zseton és pénzköteg. Na és akkor jöhetne a csillag. Gyere egy csillag! 10 vagy 50 ezres. Pizza. Ló. Na majd most. Jön, na gyere. És nem jön. Na, nem jön. Egy nyerünk volt, de így is pluszos lett. Egy és nagy nyereményünk van. Együk van a pakban egy 10 ezres eddig. És még mindig van 5 sorskegy. Lehet, hogy lesz a millás. B és U. Bubu. Bubuka nem nyert. De ott alul az, igen. És itt a szépség. Megvan a szépség. Azt kell mondjam, hogy... Yes. Yes! Egy szép tízezres. Ez mindig jó érzés lekaparni. Nem hatalmas összeg, főleg ekkora infláció mellett. Viszont megnyerni rohadtul nehéz, ezért igen. Extra örömet okoz, ezért hívjuk már nagy nyereménynek. Persze tudjuk, hogy sok mindent nem lehet belőle venni, de ugyanolyan rohadtul nehéz lekaparni 10 000-es, mint 10 évvel ezelőtt. Szóval mégiscsak azt mondom, hogy nagy nyeremény, mert így határoztuk meg annól, amikor elkezdtem ezt az egészet. Szóval, kívánjuk, hogy ti is legalább ilyeneket nyerjetek. Vagy még nagyobbat. Őszinte szívből drukkolunk, mint ahogy ti is szoktatok nekünk, köszönjük szépen. Iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok! Sziasztok.